Köszönöm szépen asszonynak Adriennek a felvezetést. A lelkes csapatnak pedig előre is köszönöm a figyelmét. Én is még ebéd előtt vagyok, és próbálom az időkeretet tartani, ami már el is indult. Hadd kérdezzem meg, hogy a csapatból ki az, aki tavaly is itt volt? Köszönöm. Úgy igyekeztem úgy összeállítani az előadásomat, hogy nekik se legyen unalmas, és tehát sok újdonságot mutassak be, aki pedig most hallja először, annak meg, mert hát ugye nulláról indulunk. Az elkövetkezendő időben a Szenkrop agrometeorológiai rendszerről, döntéstámogatási fórumról fogok ismertetést adni, és a végén az applikációt is szeretném bemutatni. A Szenkrop gyakorlatilag Termelőkre adaptált rendszer. Miért mondjuk ezt? Azért, mert ez nem csak egy mérés adatok, hanem ez ebből szintetizált rendszer, amelyet a termelő napi szinten azért használhat, hogy ezzel ezáltal csökkentse a termelést érő kockázatait, magyarul az időjárást, amit nem lehet befolyásolni, jelen tudásunk szerint még, de alkalmazkodni és felkészülni az, amit tudunk, és ebben segít a Szenkrop. 32 ezer állomással rendelkezik a cég, európai szinten, kis Dél-Afrika is van benne, meg Észak-Amerikába is indulunk, legtöbb Franciaországban, Benelux országokban, Angliában, Németországban, és ahogy jövünk Magyarország felé, nálunk is van már 540. Én két éve képviselem a céget, akkor fele volt, 225 körül, az én feladatom az, hogy nyilván minél több legyen éppen azért, hogy önök a környékükön, lakóhelyükön minél közelebb információkhoz rendelkezzenek, hozzáférjenek akár csak az applikáción keresztül. A hardware nagyon nem mennék most bele, mert kevés a 15 perc. A lényeg az, ami itt látható, hogy egy csapadékmérő, hőmérsékletmérő, páratartalommérő az egy készülék, aztán a szélmérő, mondjuk Szántóföldön ezt a kettőt szokták leginkább használni, levélszenzor az inkább szőlő-gyümölcsösben, illetőleg most már talajszenzorunk is van az idei évtől. 10-20-40 és 60 cm mélyen méri a talaj nedvességtartalmát és hőmérsékletét, és szintén az applikációhoz kapcsolódik 4G kommunikációs csatornán keresztül, illetőleg a ami a, tehát a talajszenzor is használható öntözés de a besugárzás mérő is, ezen a kis ábránot ott a szélmérő tetején látható egy műanyag doboz, amit le is védetett a cég, gyakorlatilag csak a pedékmérő, szélmérő és napsugárzás mérő segítségével a termelő napi információt kap arra, hogy mennyi vizet kellene kijutatnia, hogy neher vagyjon a növénye, és ez viszonylag megfizethető módon. Sokan meg szokták érezni, hogy az öntözési berendezés is vezérli-e. Nem, a, a, ott még azért nem tartunk, hiszen annyiféle öntözési rendszer van, hogy ez további fejlesztéseket igény, igényelne, de nem zárom ki, hogy ezt egy kettő-öt éves perióduson belül megoldjuk. Gyakorlatilag összefoglalva a Szenkrop három fő modulra épül, három fő témában segíti a termelőt. Az első az időjárási körülmények és kockázatok, a második a betegségek, kórokozók, kártevők, tehát bizonyos növények esetében már le van fejlesztve az, hogy segítse a termelőt, hogy mikor, milyen támadó, ágens ellen kell, vagy kellene védekezni, és végül, de nem utolsó sorban a szárazság, stresszmenedzsment, vagy az öntözési téma, amit az előbb érintettem. Az előadás címének azt azért adtam, hogy permetezési ablakok, mert ez a legújabb fejlesztés, ugye a 110 fős cégből, hát 40-50% a csapatnak a fejlesztésben dolgozik, hardvermérnökök, szoftvermérnökök, vannak agrárosok is, mint jó magam, főleg az értékesítésben, mindig fejlesztünk valamit. Mi alapján történik ez? Gyakorlatilag minden országban megnézik a kollégák, hogy mire lenne legnagyobb igény, ebből összeállítanak egy prioritási listát, és ez alapján haladunk előre, hogy mit, mit fejlesztünk. Idáig a permetezési segítség, ha lesz idő, a pár percben az applikációban megmutatom, az gyakorlatilag ilyen kis piros X, meg sárga hullám, tehát egy nagyon egyszerű piktogrammal jelezte, hogy mikor nem menjen ki a termelő a saját területére permetezni, ezt most már azért továbbfejlesztettük, és úgynevezett permetezési ablak keretében mutatjuk majd meg, gyakorlatilag négy napra előre részletesen, naponkénti, óránkénti időszakos ablakban. Ez időjárási adatok, modellek alapján, a saját Szentkrop előrejelzés alapján és táblára bontva. Gyakorlatilag ez a kis dia ábrázolja azt, hogy a hőmérséklet, a páratartalom, a szél és az eső tekintetében mikor milyen sávokat jelöl ki a permetezési ablak, tehát piros például a hőmérsékletnél az 5 fok alatti, zöld a 7 és 20 fok, 25 a sárga a fölött ismét piros, és így tovább. Most ezen nem mennék végig, ez csak az elméleti háttér. És gyakorlatilag maradt még olyan pár percem, hogy most belemegyünk az applikációba, és megnézzük, hogy ez hogyan is néz ki a gyakorlatban. És akkor már be is jött. A, ez a Sengrop applikáció, amit itt látunk, ezt nagyon gyakran a legtöbben, én magam is, ha területen vagyok, akkor telefonról. Ugyanezt hozza le a telefon is. Letölthető a, a Google Play áruházból, vagy a, az istore Egyébként 14 napig bárki ingyen ki tudja próbálni. Csak felhívnám erre a figyelmüket, hogy nyugodtan nézegessék, és egyből az éles variációt fogják kapni. Amit, uh, amit, itt most, láthatunk. Uh, én adminisztrátorként én egy 40 állomást látok a fiókomba Magyarországról, azokat variálhatom, és gyakorlatilag nekem, én Török lakom, a, ugye a budai uh, bevezető, M1, m bevezetőtől nem messze, nekem gyakorlatilag egy uh, uh, általános képen, már meg is mutatja, hogy most 13,2 fok van Törökbálinton, és uh, egy 56%-os páratartalom az most annyira nem érdekes, és gyakorlatilag le lehet kérni az előzményeket. Itt közben nézem, hogy lehet, hogy elment az internetkapcsolat. Uh, igen, annak ellenére, hogy egy vezetékessel megyünk, de nagyon nem fogok izgalomba jönni, mert fogom, és a telefonomat hotspot üzemmódba helyezem, és mindjárt lesz itt internetkapcsolat, hiszen azért egy applikációt úgy a legcélszerűbb megmutatni. Hogyha látjuk is az élő eredményeket, jó, oké, ezt kihúzzuk, remélem bejön. Jó. Győzött a, a mobil. E, hál' Isten. E, Gyakorlatilag, amit még meg akartam mutatni, hogy van 7 percem, hogy a saját készülékem mellett azért szeret, szeretünk, én is szeretek ránézni reggel, vagy amikor felkelek a térképre, kicsit csökkentek a nagyításon, és re, lehozom azt, hogy állomások, hogy más állomások mit mutatnak, minden állomás, és gyakorlatilag, hogy megyek így az országba, így, így, szépen felhozza, hogy hol vannak ez a 40, ami most ben van ugye az applikációmba. Ha netán mondjuk esőt ment végig az országon, akkor megnézem, hogy hol és mennyi, hát nem, nem igazán, és, és hőmérsékletet is tudunk, tudunk nézni. 15 és fél ebben a régióba. Tehát tudunk egy átnézeti képet mutatni, illetőleg vizsgálni ezeken a helyszíneken. Előrejelzések. Hát ez majdnem mindenkit az érdekel legjobban, teljesen jogos. Miért? Szeretjük kutatni a jövőt, szeretjük azt tudni, hogy mi vár ránk, szeretjük azt tudni, hogy mire kell felkészülni. Most például azt engem is magamat is érdekel, például mikor lesz legközelebb eső. A háttérbe fut 18 időjárási modell nálam, mert én admin vagyok, gyakorlatilag a termelőknél körülbelül 5, de ezt fokozatosan növeljük, és önök is meg fogják kapni azt a 18-at, amit én. Mondjuk úgy, hogy vannak olyan kollégák, én is oda tartozom, akik ilyen leveli béka típusúak, és mindig azt nézik, hogy melyik applikáció, vagy melyik modell a legjobb, melyik találja a legjobban. Tehát ilyen analizáló emberkék. A másik ügyfél típusunk az, aki azt mondja, hát, hogy én ezért fizetek, Nincs időm ezzel szórakozni, egy legyen, de jó legyen. Ezért fejlesztettük ki az úgynevezett Szenkrop előrejelzést, ami a háttérbe futó modelleket százalékosan súlyozottan veszi figyelembe, például esetemben ezt a török bálinti állomást itt, hogy az elmúlt 14 napban melyik előrejelzést találta legjobban a hőmérsékletet, a páratartalmat és a csapadékos, és azt veszi súlyozottan figyelembe. Ez a gyorsabbik megoldás. Napjában többször frissít, mondjuk 9 órával ezelőtt, hamarosan jön a délutáni frissítés. Most látjuk, hogy vasárnap 3,2 mm, hétfőn 6,2, és ezt óránkénti, illetőleg 3 óránkénti bontásba is megnézhetjük. Ilyen úgy tudom, hogy a versenytársaknak sincs ilyen típusú szintetizált előrejelzési rendszer. Menjünk tovább. Kultúrák. A kultúrák az azt jelenti, hogy a Szenkrop rendszer egészen sok növényel tud dolgozni, növény hozzáadása, hát olyan, nem, nem, számoltam össze, de 30 fölött van. Tehát annyi növényt felismer, és az tábla szinten, gyümölcsösök is benne vannak, a gyümölcs szőlő is benne van. Hát nekem a kedvenc növényem a kukorica, úgyhogy miért? Én pápáról származom, ahol gyerekkoromban mindig kukoricát címereztem minden nyáron, és azért nem utáltam meg, mert nyilván valamennyit fizettek érte, kettő az, hogy jó volt a hangulat, három az, hogy ott volt a pápai vadászrepülőtér, tövében és így tudtam figyelni a mik 21 esek 23-asok felszállását, úgyhogy az agráriumot kombináltuk a mondjuk úgy, hogy a fegyverekkel. Ö, mit csinálok most? Most azt mutatom be önöknek, éppen, hogy hát van egy metológia állomásom, én vagyok a termelő, és akkor vetek, Ö, vetek, kukoricát vetek, ezzel a kis Traktor szimbólummal erre az üres táblára itt. Megvan a területem, az ugye földterület elnevezése próba, mondjuk 02, 08, ha minden igaz. A vetés dátuma, úgyhogy legyen egy reálisabb dátum, mint a mostani a vetésre. Most gyakorlatilag eddig enged időbe visszamenni, értjük ennek a lényegét, tehát be, beállítjuk majd nyilván a 2024 tavaszi április 24-i állapotot. Megkérdezi, hogy milyen kukoricát, FAO számban legyen egy 34390, és nézze meg a részleteket. Lemodellezi szépen nekünk, ezt nem minden növényre tudja, de kukoricára igen. Mikor történt a vetés? Elkezdi a hőszegeket számolni. 7-10 naponta frissít, lehoz egy olyan, hogy a 3-6 leveles állapot mikor van, gyakorlatilag akkor még egy korai posztot tudunk végezni annélkül, hogy a kukoricánkat nagyon agyon csapnánk, és utána, mikor lesz a nővirágzás, magyarul a, a mikor jön a címer, illetőleg, mikor jön a, a, a BIBE, illetőleg, mikor várható a 32-es víznél a betakarítás, most tekintsünk el attól, hogy ugye mikor vetettük, 1905 fokos effektív hőszeg, na hát ilyeneket is tud. Beszéljünk egy kicsit az előadás címéről, a permetezési ablakról, ami még itt félig angolul, félig magyarul van a rendszerben, már fordítom, és március-áprilisban lesz éles. Itt gyakorlatilag már benne van ugyanígy, ahogy az előbb megmutattam, tábla szinten, november 29-én őszi vetés szintén ott Törökbány környéken, ugye virtuálisan, bemutató kedvér, és gyakorlatilag a rendszer felismeri majd azt, hogy milyen kategóriájú szerrel dolgozunk általános, bio, fungicid, inszekticid, rovarölőszer vagy herbicid. Tehát már így is. Három szer már benne van, méghozzá a, Korteván, a Kortevával van megállapodása a cégnek, a Blue N, az Ultrisa N és a Presto N készítmény. A Blue N, tehát ezek biostimulátorok, nitrogén feltárodás, nitrogén felvételt elősegítő készítmények. Ha rámegyek mondjuk a Blue N-re, akkor itt ugye megjelent egy piros szimbólum. Én is kérdezősködtem egy kicsit a kollégáknak, hogy miért piros, hát a többi... A páratartalom, a hőmérséklet, a, 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 ugye nincs fagy, akkor a szél sem sok, akkor miért piros ez itt? És uh, ugye ben van a, a Blue ennek a zokiratába, hogy felhasználási útmutatába, hogy a reggeli órákba kell használni, utána már nem javasolt, vagy nem is használható, és ezt a rendszer figyelembe veszi, ezért piros. Itt, tehát még erre is figyelmeztet, hát ez, ahogy mondtam, hamarosan magyarul is meg fog jelenni. És gyakorlatilag így, e, például a, 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 ez egy fungicid, tehát egy gombölőszer kiválasztásánál már itt sárgával jelzi, hogy a pártartalom a elkezdett nőni, 59,1. Nyilván, ha ez netán még följebb emelkedik, akkor nem lesz optimális a kiutatás. Még nem piros, de nem optimális. Gyakorlatilag nálam 10 másodpercet mutat az óra, és véget is, végéhez is ért ez a kis előadásom, úgyhogy hát ezek a Szenkrop legújabb fejlesztései, újdonságai, mindenkit sok szeretettel meghívok a kis standhoz, ahol még ott elérhető vagyok, vásárlásra is van lehetőség, akciós árakkal állunk rendelkezésre, vagy a későbbiekben akár. Nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmüket.